A Hetek című folyóirat 1998-ban így mutatta be Lombkatót. Angol, bolgár, dán, francia, ivrit, japán, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák, ukrán. Tudja a kedves olvasó, hogy mi a közös az itt felsorolt nyelvekben? Nos, az, hogy Lombkató mind a 16-ot bírja, vagy ahogy ő fogalmaz, ezek azok a nyelvek, amelyekkel pályája során pénzt keresett. Ami igen jó bevezető egy interjúhoz, leszámítva azt a nem elhanyagolható apróságot, hogy a felsorolás nem teljes, mivel csupán 16 nyelvet említ. Az Így tanulok nyelveket című könyvben ugyanis Lombkató azt írta, 10 nyelven képes beszélni és tolmácsolni, további 6-on szakirodalmat fordítani, szép irodalmat élvezni, és még 11-en publicisztikai szöveget megérteni. Sokak szerint nyelvzseni volt, saját maga szerint viszont nem, egyszerűen csak érdekelték a különféle nyelvek, és még jobban érdekelte a nyelvtanulás. Ami még különösebb, ha tudjuk, hogy eredetileg fizikából és kémiából doktorált a Pécsi Erzsébet Egyetemen, bár érdeklődése hamar a nyelvek felé fordult. Természettudományi múltjából annyi azért megmaradt, hogy írásaiban szívesen használt egy saját maga által a nyelvtanulás sikeressége kapcsán felírt egyenletet. Ráfordított idő szorozva a motivációval, osztva a gátlással, egyenlő eredmény. Vagyis, ha tudjuk, mit akarunk elérni a nyelvtanulással, emellett a legszorosabb munkaidőbeosztás mellett is ráfordítunk minden nap legalább 10 percet, továbbá félre tudjuk tenni a megszólalástól való félelmünket, akkor könnyű dolgunk lesz. Azért tegyük hozzá, hogy Lombkató motivációja mellett a kitartása is erős volt. Soha nem hagyta, hogy a hibák, kudarcok vagy a tökéletesség szüntelen igénye eltántorítsa kitűzött céljától, hanem mindig a nyelvtanulás élvezetes, örömteli részébe kapaszkodott. Kifejezetten unta például a nyelvkönyvek mondva csinált dialógusait, ezért kedvenc módszere az volt, hogy beszerzett valamilyen izgalmas regényt egy számára vadidegen nyelven, és abból fejtette meg a nyelv alapjait, a nyelvtan lényegét és a legfontosabb szavakat. Tolmácsként megfordult a világ 40 országában, a nyelvtanulás örömét pedig egészen 94 éves korában bekövetkezett haláláig próbálta átadni újabb és újabb generációknak. És ha nem is vagyunk annyira kitartóak, mint Lombkató, sokat idézett mondása az önmagukban kevésbé bízóknak is hasznára lehet. A nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni.